egy igazi rangadó volt, nagyon nagy taktikai csata volt, felkészültünk az ellenfélből, főleg a pontrugásaikból, nagyon jól megoldottuk, és ültek is a kontratámadásaink, megérdemelt győzelmet arattunk, és nagyon köszönöm, hogy ennyi szurkoló kijött erre a mérkőzésre. Kiváló hangulatot teremtettek, élmény volt ennyi néző előtt futballozni. Tudatos volt, hogy visszaváltatok egy kicsit? Igen, mert elég sok problémánk volt, Lógó Zsért megsérült, a Szabó Patrik kiesett, úgyhogy kényszer megoldás volt, nem volt tipikus csatár, ezért Tamás Karcsit raktam előre középcsatárba, és ezért egy ilyen védekezőbb játékot kellett játszanunk. El is mondtam a meccs előtt a fiúknak az öltözőbe, hogy ez az első olyan mérkőzés, ahol nem tartom magunkat esélyesnek, de rám cáfoltak a játékukkal, és megérdemelt győzelmet alattam. Van még egy meccsetek viszont Borotán, akik szintén megkeserítették a géderiek életét így össze. Igen, nagyon kellemetlen csapat, tehát ott vannak az élmezőnyben, kis pálya van, igazoltak külföldi játékosokat, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzés van ránk, de hát ha ilyen hozzáállásunk lesz, akkor mindenképpen nyerni fogunk. Mondhatjuk, hogy jobban akartátok a sikert, mint a géderek? Szerintem mindenképpen. Úgy gondolom, hogy mindenki egymásért küzdött a sérülések ellenére is, tehát aki bekerült a csapatba, maximálisat nyújtott, és tényleg mindenki 150%-ot nyújtott. Hát gratulálunk az ellenfélnek igazából. Én úgy gondolom, hogy két helyzetből kettőt berúgtak, még mi hát így hirtelen öt jut eszembe, amit góra válthattunk volna, amit nem sikerült igazi, úgymond helyi szinten, tehát a megyekettőhöz képest nagyon jó kis mérkőzés, egy rangadót láthattunk, minimum pontért jöttünk, ezt nem sikerült teljesíteni, de azt hozzá kell tennem, hogy rengeteg eladott labda és egyéni hiba következtében nem sikerült pontot szereznünk. Sok év után váltottatok osztályt, esetleg cél a megye egy is, vagy csak a bajnoki cél? Hát nézze, a egy ifi csapatot is elég volt nehéz volt összeszedni ahhoz, hogy tudjuk vállalni a megye kettőben való indulást. Úgy tudom, hogyha megye egy lenne, akkor ugye jóval több utánpótlás csapatot kellene nevezni. Ez az egyik. A másik meg, hogy ugye először meg kéne nyerni a bajnokságot. Tehát ez nem úgy van, hogy fél évkor beszélünk el, sőt még fél évvel se telt, hogy erről beszéljünk, hanem ugye ezzel, hogy kikaptunk a mai napon, ezzel a Sükös visszavett az első helyet, ha jól tudom, egy ponttal megy előttünk. Aztán egy forduló hátra van még az őszi idényben, ott van a tavasz idény, hogy visszaszerezzük az első helyet. Hát még van 16 mérkőzés, úgy gondolom semmi nem dőlt el, de ez elég fontos lépés volt a Sükös diáknak.